Arasznyi még az ősszel ültetett repce magassága, és már szépen zöldellik a búza, de annak mérete is elmarad a szokásostól. 2-3 hetes lemaradásban van a természet, ami betudható annak, hogy januárban és februárban szinte egyáltalán nem kaptak csapadékot a növények. Az eső csak március második felében érkezett meg, még éppen idejében, így Gyula tanyán is abban reménykednek, hogy kedvező lesz az idei terméshozam. Tavaly is már nagyon jó voltak a felvásárlási árak a szántóföldi kultúráknál, csak épp mondtam a gazdatársaimnak, hogy egyet ne felejtsünk el, hogy tavaly még mindent nyomatáron vettünk meg, tehát műtrágya, gázolaj, növényvédőszer, stb. Sajnos ez az idén ez horribilis összegekbe fog kerülni, tehát már érezzük ma rajtunk, hogy ahova elmegyünk vásárolni, óriás összegeket kell fizetnünk, otthagyni, illetve ez párosul még a munkaerő gondokkal, mert ugye kézi munkaerőre nem nagyon lehet most már napszámosokat kapni, bár ez a napraforró kukoricára nem jellemző, csak a burgonyára, úgyhogy hát reménykedjünk a burgonya, utána a napraforró kukorica, illetve a repcetermés is jó lesz. Gyula tanyán időközben már a burgonya ültetését is megkezdték. A növény összesen 35 fajtáját állítják kísérletbe, közülük jó néhány különleges burgonya is helyet kap a földben. Az elmúlt években nem volt könnyű dolga a krumpli termesztőknek, előfordult kimondottan rossz termőszezon, de túl jó is, ami után eladhatatlanná vált a termék. A termelők abban bíznak, hogy optimális időjárás jön a növényre, az árak alakulását azonban más tényezők is befolyásolják. Köszönhető, hogy a burgonya az nem nagyon szereti a 25 fokon felüli meleget, tehát ez olyan trópus hőség ne legyen, illetve tápanyag mellett elég sok mennyiségű csapadékot, vizet igényel. Most sajnos a tavaly évben ez a trópusi meleg is volt, illetve csapadék szegény időszakot értünk, tehát így nagyon kétséges a burgonyának a termesztése. A tavalyi burgonya az árakhoz képest az elfogadható volt a tavaly előtt, illetve az előző évekhez képest. Most mert ugye, mivel van ez a ukrán háború, tehát ez most Európa szerte ez az élelmezési fronton biztos, hogy nagyon nagy változás lesz. Tehát reménykedjünk csak, hogy nem lesz olyan nagyon trópusi az időjárás, és így egy nagyon elfogadható termés, ami ára fog párosulni. Tavaly a burgonya drágulása volt az egyik legjelentősebb az alapvető élelmiszerekből. Egy év alatt több mint a harmadával emelkedett a növény ára. A termőterületek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is csökkentek valamelyest. A termelők dolgát a megemelkedett önköltség, az öntözés hiánya, a nagy mennyiségű import burgonya és a munkaerő hiány is nehezíti.